Az elmúlt napokban több lakossági bejelentés érkezett, ami az éjszakai órákban a motorosok hangos közlekedését kifogásolta. A panaszosok leírták, hogy a folyamatos zaj miatt a nyári melegben nyitott ablaknál a családok nem tudnak pihenni. A nyári hónapokban elsősorban a késő esti órákban fokozott ellenőrzésbe kezdett a rendőrség Szerencs közterületein és útjain. Az akcióban a járőrök ellenőrizték a motorok műszaki állapotát, okmányait, a vezetői engedélyt, és minden alkalommal az alkoholszonda is előkerült. Gyakorlatilag hozzánk is eljutottak ezek a lakossági panaszok. Ugye a nyári jó idő beköszöntével többen alszanak úgy, hogy nyitva hagyják éjszakára az ablakot, vagy megpróbálnak aludni, és mivel éjszaka lecsendesedik, elcsendesedik az alapzaj, ami egyébként az élettel együtt jár, ezért hatványozottan érvényes az, hogy mindenféle zaj sokkal erősebbnek tűnik, és sokkal erősebben lehet hallani. Igaz ez nyilván a közlekedési eszközökre is. Ennek érdekében szerveztünk már több alkalommal, hétvégére vonatkoztatva olyan ellenőrzést, ahol kifejezetten az ellenőrzéseink célpontjába vettük ezeket a segédmotorkerékpárokat, illetőleg az elkövetkezendő időszakban is fenn fogjuk tartani ezeket az ellenőrzéseinket. Tapasztalataink alapján egyébként nem túl nagy számú motoros közlekedett itt az elmúlt hétvégén a városban, főleg az esti órákban nem. Egyébként az esti órákban közlekedő járművek iratai, illetve a járművezetőknek a személyi iratai, azok rendben voltak. Mára ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy elkerülhetetlenek bizonyos kompromisszumok betartása annak érdekében, hogy békesség és nyugalom legyen a városban az éjszaka pihenni vágyók és a motoros tábor között. A rendőrség felhívja a figyelmet a jogkövető magatartása és a közösségi együttélés szabályainak betartására.